kérem az időt! Gyerünk! Közlekedésbiztonságról, vízparti veszélyekről, állat- és környezetvédelemről tartottak játékos prevenciós foglalkozást a Szegedi Vadasparkban. A nyári hónapokban a szokásosnál is több veszélynek vannak ugyanis kitéve a vakációzó gyerekek. Az egyedül kerékpározás az egyedül közlekedésből adódóan, tehát a közlekedési balesetekre kell odafigyelni, illetve azoknak az elkerülésére. Természetes nem a rendőrség témakörébe tartozik, de ugye a fáról leesés, a görkorcsolyával elesés, ezt erre is fölkészítjük őket. Ugyanakkor a vagyonbiztonság területén, például a strandoknál figyelhetünk meg vagyonelleni bűncselekmények elszaporodását. Kiemelitek az álcsúcsot, és ide hajtjátok a fejeteket. A gyerekeket a rendőrökön kívül az Orvosna Hallgatók Egyesülete is ellátta jó tanácsokkal, mi a teendő kisebb nyári balesetek esetén. Csípések esetén ugye nem biztos, hogy tudjuk, hogy még a gyerek allergiás-e vagy sem, de ez esetben kalcium tabletta, az a pezsgő tabletta az sokat segít, illetve forduljunk utána nyilván orvoshoz. Napégés esetén fontos a megelőzés, tehát naptej, napolaj legyen nálunk, de ha már megtörtént, akkor hűvös borogatással ki tudjuk ezt bekelni. A rendőrségi statisztikák szerint a közlekedési balesetek száma is megnő a nyári hónapokban. A gyerekek kisebb százalékban okozói, többségében inkább elszenvedői ezeknek. Megnő a forgalom a parkok és a játszóterek környékén is. A gyerekek figyelmét felhívnám arra, hogy amennyiben ezeket a helyszíneket megközelítik, mindenféleképpen az elsőségi jog tehát nézzenek szét, és győződjenek meg arról, hogy szabad-e az út, átmehetnek-e, és egyszerű mozdulatról van szó, jobbra-balra nézünk, és ez akár életeket is menthet. A gépjárművezetők figyelmét pedig felhívnám arra, ahol eddig nem számítottunk gyerekekre, most fokozottabban, és ezeket a helyszíneket fokozott óvatossággal közelítsék meg. A rendőrség célja, hogy a nyári hónapokban is biztonságban legyenek a gyerekek, ehhez pedig az szükséges, hogy ebben az időszakban is mindenki, gyerekek és felnőttek egyaránt tartsák be a szabályokat.